Hát az előbb már elmondtam nektek, hogy mi a véleményem. Ez az egész ügy megint úgy néz ki, hogy nem a hitelkárosultakat akarják ők megmenteni, hanem a bankokat. Én értem és tudom, hogy miért akarják ők a bankokat megmenteni, hiszen már annyira besározottak minden oldalról, hogy egyszerűen nem merik felemelni a szavukat a bankokkal szemben. Ezek a mi politikusaik, akiket mi választottunk. Az a probléma, hogy nagyon nehéz őket elkergetni. Pedig a mi feladatunk most már kristálytisztán látszik, hogy az, hogy ne tárgyaljunk senkivel, hanem egyszerűen kergessük el őket. A mi feladatunk az, hogy arra kérjük a magyar népre felesküdött rendvédelmi szerveket, hogy tartóztassák le ezeket a csalók az embereket, csukják börtönbe, és küldjünk a parlamentbe tisztességes szakembereket, akik ezt az országot tudják vezetni. A mai napig nem értem, amikor körülöttünk Bulgáriába, Csehországba, a rendőrség már ezt megtette, mert ez a feladata, nálunk még a magyar rendőrök gondolkoznak. Nálunk még a magyar rendőr azt kérdezi tőlem, hogy István, mit fognak csinálni? Egyszerűen nem értjük, ezt nem nekünk kell megoldani, ezt a fegyveres erőknek kellene megoldani, akik a nép szolgálatára esküdtek föl. Hát miért nem teszitek ezt, fiú? Kérdezem én, nektek nincs családotok? Nektek nincsen devizahiteletek? Nektek fegyver van az oldalatokon, amit a mi pénzünkből kaptatok? Nektek az a dolgotok, hogy oda menjetek, és ezt a bagást börtönbe csukjátok, és törvényesen felelősségre tudjuk őket vonni. Még mindig csak hallgattok, mosolyogtok, nem teszitek. Pedig tudjátok, hogy ennek a marokki csapatnak, aki itt folyamatosan harcol, 1000%-ig igaza van. Ezt a marokki csapatot, akit én nagyon tisztelek és szeretek, arra kérem, ha hazamegyünk, vigyük tovább a mai eseményeket, és fordítsuk meg a harci tempónkat. Mindenki olyan formában kommunikáljon odahaza, hogy meg kell változtatni a harc stílusunkat, és mindenféleképpen nagyon rövid időn belül ezt a kizsákmányoló politikai elitet el kell takarítani az országházból. Én itt most nem Fideszről, meg MSZP-ről, meg egyebekről beszélek, ez az egész politikai elit egy mutyi. Amikor ezek itt a szemünk előtt a sajtóban egymást szidják, és azt látom a Gesztenyés kávézóban, Novotelnél Budán, hogy a két fél közül a képviselők ott butyiznak, és nagyon komoly diplomatatáskák cserélnek gazdák komoly pénzösszegekkel, tehát lobbiznak, őnekik ez a legfőbb tennivalójuk, amit én látok. Én a választások óta egyetlen egy képviselőt nem láttam, bocsánat, kettőt láttam, de azon kívül senkit, aki oda jött volna hozzánk választott polgárokhoz, és megkérdezte volna, hogy van-e valami problémánk. Nap mint nap azon gondolkodom, hogy miért küldtük mi őket oda, ha őket nem érdekel mi problémánk. Az előbb itt láttam Zékárpáti Dánielt a Jobbiktól, aki már megkérdezte tőlünk, hogy mi a mi problémánk. És el is mondtuk neki. És a civil szervezetek átadtak, ugye a Dubroszki úrnak reggel már erről beszéltem, egy szakmai anyagot, amiben kristálytisztán ott van, hogy mi a problémánk. És még sincs rá semmilyen válasz sehonnan. A másik problémám az, hogyha ide jön egy jobbikos képviselő, és mi beszélünk vele, mert megtisztelt avval, hogy ide jött és megkérdezte, hogy mi a problémánk, akkor minket összemosnak a Jobbikkal. Megint ki kell hangsúlyoznom, hogy minket nem lehet összemosni semmilyen párttal, mert nem a pártokat képviseljük, mi csak vagyunk olyan kultúráltak, hogy tárgyalunk velük, hiszen valamelyik oldalról valamelyik választótársunk, ő a parlamentbe juttatta a Jobbik képviselőjét. Nyilván, ha megkérdezi, hogy mi a problémánk, fogunk vele tárgyalni. Én nagyon hiányolom például a baloldal képviselőit, akik egyáltalán nem szólalnak meg mostanában, nem kérdezik meg, hogy mi a problémánk. Mert ugye nem
Még egyszer ki akarom hangsúlyozni, ugye, hogy ez a mi kis civil szervezetünk, ami nem is olyan kicsi, csak látszólag olyan kicsi. Azért én már megkaptam itt a rendőr kollégáktól, hogy mindig 80-an, 100-an, 150-en vagyunk egy-egy rendezvényen, ez így igaz. De magában, a teljes létszámban ez nem fedi le a civil társadalom teljes rétegét, akik emögött a megmozdulások mögött vannak. Tehát azért ne keseredjünk el senki, aki itt van, mert mi nem ilyen picik vagyunk, aminek látszik, sokkal nagyobbak vagyunk, és a legfontosabb az, hogy civilek vagyunk együtt és egymásért, mindenféle színből, minden oldalról. Én innen most a civil vezetőktől kérem azt, hogy a jövőben nagyon gyorsan zárjanak össze, tegyék félre az egymás közötti nézeteltéréseket, rázzuk össze a csapatokat, és valóban együtt, egy célért hozzuk ki a civileket az utcára. Ez a cél pedig nem lehet más, mint a kilakoltatások azonnali megállítása, a végrehajtási záradékok felfüggesztése, és az, hogy a kormány az általunk kijelölt jogvédő szervezetekkel, jogászokkal tárgyaljon a devizahitelek további sorsáról. Egyszerűen felháborítónak tartom, hogy a kormány a bankszövetséggel akar tárgyalni, azzal a szövetséggel, amelyik szánszándékkal tönkretette Magyarország gazdaságát, és aki ma azt mondja, hogy nem devizahiteles, és őt ez nem érinti, az nagyon rosszul gondolja, mert a gazdaság az leállt, az tönkrement, és ha elmegy a boltba, akkor már ott meglátja, hogy mi történt, mert ha csak azt megnézi, hogy 5000 forintért mennyit vásárolt egy évvel ezelőtt, és ugyanazért az 5000 forintért mit kap ma, akkor rá fog jönni arra, hogy igenis őt is érinti a devizahiteles mutyi. Akkor beszéljünk egy kicsit a dohánymutyiról. Mennyire érinti az embereket a dohánymutyi? Kényelmi viszonyainkat, a szabadságunkat korlátozzák, nem vehetek egy közértbe egy doboz cigarettát, el kell mennem az új dohányboltokba, amiknek az üzemeltetői tudjuk, hogy melyik politikai körhöz tartoznak. Egyszerűen be van szűkítve a vásárlási lehetőségem, méretekben, időben, és most már azt is mondhatom, hogy árban, mert a reál jövedelmünk nem emelkedik, viszont a dohánytermék ára az jócskán fog emelkedni az elkövetkező napokban. Csak magyarázza meg nekem valaki gazdaságilag azt, hogy mitől drágább egy termék, amikor olcsóban tudom behozni a közforgalomba. Ugye mert kevesebb üzletet kell ellátnom, kevesebb benzint kell fogyasztanom, nyilvánvalóan ezt a nagy mennyiségű árut kevesebb költséggel fogom tudni a lakosság között elteríteni. Mitől lesz ez drágább? Egyszerűen érthetetlen, amit ezek csinálnak. Nem tudom, hogy kik azok a tanácsadók, akik havi 6-8 órás tanácsadásért eltesznek 10-15 millió forintot, és meghűítik a kormány tagjait, köztük a miniszterelnököt, és a miniszterelnök meg vakon megy utánuk, és belesétál abba a csapdába, hogy a saját népe ellensége lett. Mert azt hiszem, hogy többségben a miniszterelnök a saját népe ellensége lett. Ugye 4-én, amikor elmentünk a miniszterelnöki rezidenciához, és ott volt egy kis ajvékolás, hogy így mondjam, egy óra múlva már megjelent az interneten, hogy Orbán Viktor nyilatkozott, hogy nincs megelégedve a bíróság döntésével, és hogy ezek a szerződések, ami miatt mi általában az utcán vagyunk, ezek semmisek, és ugyan miért nem lehet már erről egy rendes döntést hozni. Figyelitek az összefüggést? Idáig nem hangzott el ilyen, elsétáltunk oda a rendőrökkel együtt körülbelül 250-en, meg mit tudom én 50 autóval, és egy óra múlva jött egy olyan nyilatkozat, ami úgy nézett, hogy számunkra jó, de ma már látjuk, hogy altatás. Megint altatnak. Nem szabad fölülni nekik, most már nem szabad elaludni. Itt óriási problémák vannak. Mindenki a politikai elitből és a bankszférából menti a saját bőrét. Ezt látni kell. Ha sokáig vacakolunk, el is fognak menekülni a vagyonnal együtt az országból. Ezt nem engedhetjük meg. Meg kell találni mindenképpen a harcmodornak azt az útját, amikor a vagyonukat zárolni tudjuk, őket börtönbe tudjuk csukni és felelősségre tudjuk vonni. Ugyanis ha ezt nem tesszük meg valahogyan, akkor elviszik az ország megmaradt vagyonát, még azt a kicsit is, ami megmaradt, és akkor tényleg baj lesz Magyarországon.
Én nagyon szeretném, ha ezt, amiről beszélek, ezt a rendőr kollégák is megértenék, és végre tennék a dolgukat, és letartóztatnák ezt a rohadt bagást, aki az egész országot tönkretette, de úgy, hogy a még kényes gondolatban lévő unokám is már több millió forinttal adós ennek az államnak. Azért ez mégis csak felháborító. Én fiatalember koromban, ugye olyan 40 év koruli rendőrállománnyal találkoztam általában az utcán, mint suhansz gyerek, és azt kell mondanom, hogy a rendőrségnek akkor előttem volt tekintélye. Ha rendőr félreállított és megbüntetett azért, mert szabálysértést követtem el, szó nélkül megmondtam a vállam, nem tetszett, de kifizettem. De ma, ha engem megállít egy 20-30 év körüli rendőr kollega, és a szabálysértés miatt felelősségre akar vonni, akkor bizony húzom a számat, mert ez a legkisebb probléma, ha én valamilyen gyenge szabálysértést elkövetek, és ne, ők meg nem látják azt, hogy a nép kárára a politikusok mekkora szabálytalanságokat csinálnak. Hát a rendőrségnek, a vezetőinek, jogvégzett embereknek kell lenni. Nekük tisztába kell lenni a jogukkal. Tisztába kell lenniük avval, hogy mikor kell a népellenes parancsot megtagadni. És egyszerűen nem teszik. Minden demonstráción fölhívom rá a figyelmüket. És még mindig nem teszik. Egyszerűen nem értjük, hogy miért. Kérdezem én mindig magamban, amikor elmérkedek otthon, hogy ezek a rendőrfiúk össze akarnak velem csapni, a véremet akarják, mert én nem akarom az övékét, meg nem akarok velük összecsapni. Csak értsék meg azt, ha a törvénybetűje rám érvényes, akkor rájuk is érvényes, és igenis, nekik is alkalmazni kell. Avval engedlek benneteket magam részéről útnak ma, még a rendezvénynek nincs vége, hogy mindenképpen harcmodort kell váltanunk, ennek szellemében a továbbiakban sűrűbben konzultáljunk, és vonjuk be a lakosság nagyobb részét a cselekedetbe, összebomva az összes civil szervezettel, itt már nem lehet szelektálni, hogy ő meg ő meg ő, mindenki együtt, egymásért, és el kell tüntetni ezt a bagást a föld színéről is. A magyarság!